Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a Főhős látják, a Hír TV politikai sztármagazinját. Sorozatunkban közéleti szappanopera sztárok, megmondó emberek és a nyilvánosságról lemondani képtelen bukott politikai influencerek portréját mutatjuk be. E heti főhősünk volt MSZP alelnök, sikertelen vállalkozó, de még Fidesz pártag is. Később a G-napi kármentés válságmenedzsere és Simiska Lajos magyar hangja lett. Aztán pedig a magukat függetlennek hitt újságírók önjelölt védőszentjévé vált. Hősünk először maga volt a szélső jobb elleni fellépés bronzszobra, de megtért, és felcsapott a Jobbik hitszónokának és kampányfőnökének. Nem csak a 180 fokos fordulatokat hajtja végre hibátlanul, de a 360-at is simán beveszi. Kirincsel előre, kézifékkel, csak nehogy előkerüljön a szonda. Csintalan Sándor életútján száguldunk végig. A hajtűkanyarokban kapaszkodjanak. Jelen állás szerint a magyar belpolitika legmarkánsabb és legsokakat érdeklőbb, egy relatív többségi támogatással rendelkező nézetrendszert képviselő politikus az Orbán Viktor. Hát öcsém, ki emlékezett rá, hogy Csintalan volt Orbán hívő is? Tehát, mit csináljunk? Mit csináljak én? Mit csináljanak önök? Én úgy döntöttem, hogy listán a Jobbikra fogok szavazni. Aztán Vona Gábor támogatta, hogy főnöke Simicska Lajos is. Erős mondatok, amelytől már nekünk is tudathasadásunk lesz. De vajon kinek mi jut eszébe először Csintalanról? Hát futballnyelven lehet a Csintalan Sándorról a legjobban beszélni. Tehát a Csintalan Sándornak a legjobb tulajdonság az, hogy fordulékony. Kicsit zömök, de strapabíró a szervezete, és jól bírja a hirtelen irányváltásokat, tud alkalmazkodni a játékhoz. Én a jövőbe tekintek, tehát én már megtaláltam a Sándornak az új szerepkörét. Tehát szerintem belőle kiváló másodalkoholista lesz Gyurcsány Ferenc mellett. Találkoznak délelőtt Ferenccel, mert Ferencnek akkor még általában vannak tiszta pillanatai, és akkor megbeszélik, hogy mit fognak elkövetni mai nap, mennyit szelfiznek, hol fognak feltűnni, milyen idős hölgyekkel és bácsikkal fogják megbeszélni, hogy Orbán most már megbukott, ki kell tartani, már percek kérdése az egész. Utána hazamennek és berúgnak. Nehéz még egy ilyen embert találni szerintem az országban. Mondhatnánk persze, hogy egy intézmény, mint a Smuk Andor is például okáért egy intézmény, mert hasonló a mentalitást képviselnek, és talán még a számozási hely is valahol közös. Tehát végül is mind a kettő a kommunista pártból indult ki, és abból nőtte ki magát valamilyen különböző irányokba. És azt gondolom, hogy Sándorunk pontosan ezt a túlélő személyiséget testesíti meg. Én azt hiszem, hogy egyszer talán az MSZP közlemény fogalmazott úgy, hogy egy pártok fölött álló közkincs, és én úgy gondolom, hogy ez valóban igaz, tehát van egy olyan sokszínűségi tényezője a magyar közéletnek, ami gyakorlatilag pótolhatatlan, és számomra ez Csintalan Sándor. De azért is mondom ezt, mert én korábban én jártam a rádió műsoraiba, tehát személyesen is ismerem Sándort, és én azt hiszem, hogy ilyen fokú sokszínűséget egy emberben nehéz fölhalmozni. A szakértők hisznek Csintalanban. Ő valóban egy jelenség, de a vélemények után nézzük a tényeket. Jöjjön az ideológiai alsógatyák nagy váltogatójának életpályája a kezdetektől. Hagyatkozzunk életrajzára is, amit még parlamenti képviselőként adott le. Sándor 1954-es születésű, buszvezető édesapa és villamosvezető édesanya gyermeke. Gyermekkorát Cegléden töltötte, majd Budapestre költöztek. A gimnázium után segédmunkás is volt, de felderítő akart lenni. Végül ebből semmi sem lett, nem végezte el a Kossuth Lajos főiskolát, így Egerbe vette az irányt, ahol a Ho Chi Minh főiskolán szerzett tanári diplomát. Már itt beszippantotta a mozgalom, kisztitkár lett, majd 1977-ben belépett az akkor egyetlenként létező pártba, az MSZMP-be. Politizálása családi indítatású volt. Szürke pártakként érte a rendszerváltás. Sándor nem kapcsolt rögtön. Később azonban belépett a Magyar Szociáldemokrata pártba, de az eltévejedést gyorsan korrigálta, és az MSZMP megszűnése után az utódpárt MSZP soraiba került. Alig telt el 4 év, és beindult a pártkarrier. A Magyar Szocialista Párt ügyvezető alelnökévé tették, és ebben az évben országgyűlési képviselővé is választották. Az 1994-es MSZP-s győzelem fölötti örömében bukfencet is vetett, állítólag fogadásból.
De Sándornak ez nem volt elég. Polgármester akart lenni a harmadik kerületben 1998-ban, de alul maradt Tarlós Istvánnal szemben. Csintalan 1999-től papíron háttérbe szorult, de baloldali érzelmei és kapcsolatrendszere mit sem változott. Bár később azon siránkozott, hogy baja van pártja elitjével. Hát miután az érzéseimre kérdezett rá, így el tudom mondani, hogy szomorú vagyok, szégyellem magam és reménykedek. Reménykedem, mert ennél rosszabb már nem lehet. Tehát már ezzel azt mondja, hogy ez ennél rosszabb nem lehet, hogy ez a sokat bírált Medgyessy kormánynál is rosszabb ön szerint? Ami most én azt mondom, amit mondtam. Tehát ennél rosszabb nem lehet politikailag a szocialista pártot illetően is, és ha úgy tetszik, a kormányt illetően is, mert ez egy virtuális politizálás lesz. Azt mondod, hogy 99-ben megtörtént a szakítás, akkor eltettem egy páncélszekrényben néhány dokumentumot. Igen, igen. Erről sem mondasz, gondolom, semmit. Hát ez, annyit tudok csak mondani az egész históriáról, hogy volt egy konfliktusunk. Ugye amikor természetesen nem. Nézd, a dolog ott kezdődött valójában, hogy amikor megnyertük a választásokat és kijöttünk a második forduló utáni első elnökségi ülésről, ahol még a Hont leosztottuk, és Pál Laci lett az ipari miniszter, nem pedig Medgyessy Péter. És kijöttem a folyosóra, és sorra mutatkoztak be nekem soha nem látott emberek. De itt most álljunk meg egy pillanatra. Sándor nem csak politizált, üzleti érdekeltségei is voltak. A történelem diplomás politikus a Kossuth Kereskedőház felügyelő bizottságának tagja volt 1992 és 95 között. Igen, ez az a szervezet, amely a 90-es évek hazai olajbotrányában érintett MSZP-s vagy ahhoz közeli személyek olajüzletei mögött állt. Amikor akadozott a cég tevékenysége, állítólag mindig Csintalan járt el, hogy rendben menjenek a dolgok. Csintalan ezzel szemben azt állítja, hogy nevét az ezt bizonyító papírokra ráhamisították, és azok alapján megrágalmazták. Politikusként sokat dolgozott az Orbán kormány megdöntésén, majd egyszer csak más szerepben tűnt fel. Két feljelentés van. Az egyik az őrsi ügyben, a másik pedig jogosulatlan adat kezelés miatt, aminek mondjuk a formai okánál fontosabb az, hogy emberek sorsáról van szó. Itt Csintalan a Defend Kft. Vezetőjeként magyarázkodik, miért is rúgtak ki több ezer embert a cégtől 2002-ben. Még az első Orbán kormány alatt hozták létre a Defend Security őrzővédő Kft.-t, amely több mint 2000 embert foglalkoztatott. A cél az volt, hogy ne külföldi cégek szállítsák a bankokba a pénzt, hanem kerüljön ez magyar kézbe. Minden rendben ment, majd jött a 2002-es kormányváltás. Ekkor eltávolították a cég vezetőjét, és Csintalan Sándor lett az ügyvezető igazgató. Neki nem volt más dolga, mint hogy felszámolja a vállalkozást, mert az akkori szocialista-liberális kormány érdekét azt szolgálta. Őrsi Mátyás akkori SZDSZ-es képviselő azonban rámozdult a témára. Az őrsi ügy az azért érdekes túl azon, hogy első fokon egyébként egy megnyert pertől léptünk vissza. Azt is tudni kell, hogy ez a per, és azzal függ össze, hogy Őrsi Mátyás olyan hírét keltette a Defendnek a köztartozásokkal kapcsolatban, ami hát igencsak ártott a Defend üzletmenetének és üzleti megítélésének, meg egyáltalán különben is a Defend körüli mítoszoknak az egyik nagy alapja az az volt. Akkor ő még hogy nem volt ugye tulajdonosa? Nem, nem. Ugye a Defend körüli mítoszoknak az egyik alapja pontosan az volt, hogy mi itt a közpénzeket felelőtlenül kezeljük, és össze-vissza gazdálkodunk, és őrült adósságaink vannak. Csintalan vállalkozóként nem volt túl sikeres. Egy kicsit még őrölte magát a budai hengermalom ügyben, a szociknál kegyvesztett lett, majd lassan átállt a másik oldalra. Elkezdte építeni a hithű baloldali vagyok, de amit az MSZP csinál, az szörnyű karakter, és jó ideig ezzel érvényesült. Alkalmazta is őt Simicska. Csintalan 2003-tól gyakran előfordult a Hír TV-ben. Remekül alakította a kiábrándult szocialistát, és Medgyessy Péter megpucsolása után Gyurcsány Ferenc eljövetelét sem hagyta szó nélkül. Én azt önmagában is alkotmányellenesnek és antidemokratikusnak tartom, amit a miniszterelnök
elhíresült beszédében bevallott, ugye abban a beszédben, amelyel kapcsolatban egy pillanatig nem merült fel az, hogy esetleg nyilvánosságra hozzák, tehát abban a beszédében, amiben lebukott a miniszterelnök, azt is abszurdnak tartom, hogy a sajtó direktben megpróbálja befolyásolja, ugye a szövegben ez szó szerint elhangzik, mint egy fontos feladat. Csintalannak sok infója volt, amivel ügyesen kufárkodott, és az árulás általában kifizetődő. De most is igaz volt a mondás, hogy az árulás szeretik, az árulókat nem. Pedig Csintalan mindent megtett, hogy tiszteletbeli jobboldali legyen. Ökölbe szorult fejjel szitta a szocikat, ahogy a televízió képcsőben kifért. Majd csillogó szemekkel elővette a számlatömbjét. Ismerjék meg Csintalan Sándor magánzót. Ráadásul, amiért szégyellem magam, az az utolsó 10 nap. Mert valami a rejtélyes okból olyan mértékben kellett tuningolni a saját magát, a Szocialista Párt vezetésének, vagy leendő vezetésének, hogy mondjuk a szálasi hatalomátvétel kapcsán Hiller Istvánnak pódiumként kellett használni az Andrássy út 60-at, hogy el tudja mondani a pártkongresszusi kortes beszédét, amit én olyan fokú illetlenségnek és olyan fajta elköstelenségnek tartok, hogy az arra én igazából jelzőket sem nagyon tudok mondani. És tudta fokozni. Ráadásul ez az egész dolog beleillik egy folyamatba, hiszen ahogy az ember így összerakja az apró híreket, ami ebben a városban kering, amelyeknek egy részét, hát hogy is mondjam, észre se veszik még az elemzők se, nem tudom elképzelni, hogy a politikai üzenet híján mi indokolhatná azt, hogy a Szocialista Párt egy antifasiszta veszéllyel fenyegeti meg az országot, és a Hiller-Gyurcsány duó ezzel próbálja magát politikailag legitimálni. És ez nem csak az Andrássy úti illetlen viselkedésről szól, tehát nem csak a cúslágról szól, a cúslág az egy frajdi elszólás. Na igen, cúslág és a frajdi elszólás, meg a börtön, csalás a pályázatokkal, de ez egy másik sztori. Sándorunk egyre inkább dörgülőzött a Fideszhez, 2005-ben már saját műsora is lett a Hír TV-ben, ahol azt akarta bizonyítani, hogy érti a vonalat. Az első adást annak szentelte, hogy jó alaposan behízelegjen Orbán Viktornak. Ahhoz, hogy Orbán Viktor által is megfogalmazott 3 millió ember eljöjjön szavazni, és reményeink szerint a megfelelő helyre szavazzon, ahhoz az is kell, hogy szót értsünk egymással. Az Orbán Viktorról annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy itt szó sincs szegény Orbán Viktorról, se hát szimbolikus értelemben meg különösképpen nincsen. Az a helyzet, hogy itt politikai vita zajlik, nézetek vitája zajlik, amelyeket persze emberek képviselnek, és jelen állás szerint a magyar belpolitika legmarkánsabb és legsokakat érdeklőbb, egy relatív többségi támogatással rendelkező nézetrendszert képviselő politikus az Orbán Viktor. És volt, hogy már a díszlet sem bírta tovább. Csintalan úr, az előbbi eszmefuttatása arról, hogy a magas fizetések azok nagyobb felelősséggel járnak, valahol sánt itt, mert ugyebár... Az MSZP elleni antipátiája egyre fokozódott. És tudják, mi a Köztársaság tér 26-ban? Bizony az MSZP székház. Ez a baromi független, a nyugdíjasoktól mindenképpen független szervezet. Ugye az idősügyi tanács, című ezek szerint pártféreg nyúlvány nevében, bejelentette, hogy nem tartanak igényt a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjra. Abban az esetben ugye ez a Fidesz és Orbán Viktor ígérete, ha a Fidesz megnyeri a választásokat, mert hogy december 5-ére vigyázó szemüket vessék, ugye, mert hogy ez veszélyezteti a nyugdíjak kifizetésének biztonságát, veszélyezteti az egészségügyi ellátást, és minden kutya fülét veszélyeztet. Riogatnak, fenyegetnek. Csintalan nagyon odafigyelt megjelenésére. Ő lett a kőmosott Farmer Jackik hazai reklámarca, munkahelyén is papucsot hordott, természetesen narancssárgát. A hatalomban
és benne voltam Királyfiként, tehát nem csak egy ilyen ajtónálóként. Kénytelen voltam szembenézni azzal, hogy kikkel is vagyok együtt, és hát úgy gondoltam, hogy az lenne jó, az tenne jót a közéletnek, hogyha mi egyiptomiak kiszállnánk ebből. Kiszállt, de be is szállt. 2007-ben belépett a Fideszbe. Ő de mámoros arccal érkezett Orbán Viktor évértékelőjére, és kokettált egykori ellenfelével Tarlós Istvánnal is, aki azóta már főpolgármester. Amikor Gyurcsány a fideszes kóborkutyákról beszélt, akiket láncra kell verni, Sanyi bácsi még a nevét is úgy iratta ki betelefonálós műsorában, hogy Csintalan kóborkutya Sándor. Szép, ugye? De itt nem állt meg. Az akkori kormánypárti sajtóról is mondott bátrakat, mert Sándor bizonyos helyzetekben bátor is, ha ezt eddig még nem említettük volna. Ki lehetne menni a terepre és körülnézni, hogy mi folyik a magyar valóságban, már hogyha ez önöket egyáltalán érdekli, és a többi lapot egyáltalán érdekli, amelyik most itt a kormány nagy darab sárga lépáján lóg. Dühötten ostorozta Gyurcsányt, de talált más ellenséget is, a szélső jobb oldalt. Nézőjével rendszeresen összevitatkozott adásban, általában nem a legelegánsabb stílusban. Mi jártam Jeruzsálemben, hadd mondjam el ezt önnek, miatt lecsapja a telefont. És azért megverték a keresztlányomat, mert szőke kékszemű. 15 évesen. Tehát minden embernek, engem nem érdekel kinek milyen a bőre színe. A cigány érdeke, hogy cigány tudjon viselkedni, és találja meg azt a hangnemet, mert emberek vagyunk egymással szemben. És akkor de most az, hogy megvernek egy 15 éves lányt, mert mi következik ebből? Elképesztő. Mi következik ebből, amit most mondott? Azt, hogy ön mindig és ön tudja, hogy kiverte meg egyáltalán azt ezeket lehet. A legendákat, ahogy terjesztik, ezek valami egészen elképesztő. Köszönöm a kedves telefonját. Köszönöm. Csókolom, Rózsika. A holokausztról, Izraelről nem nagyon tudott megegyezni a betelefonálókkal. Könyökünkön jön ki a holokauszt hát már olyan igen, szempontból, hogy nem, a másik nyilv... oldal meg soha nincs megemlítve. Nézze, hát egyrészt azért nyilván nem így van, de én azért ezt nem helyezném ezt egy ilyen antiszemita, nem antiszemita, nem arról van szó, csak egy újságban sokféle cikk. Hogy tulajdonképpen a saját hazánkban, a saját gyászunkról nem szabad megemlékezni, illetve nem emlékezünk meg. Ezt azért nem mondja, mert ez nem így van, mert egyébként nemzeti ünnep, vagyis nemzeti ünnep. Oké, hát nem lehet beszélgetni. Köszönöm, csókolom, üdvözlöm, Sándor. Halló. Üdvözlöm. Wenn ihr weiß nach Mekoni mit Manhattan, Mekoni mit Ungaria, Mekoni mit Rumänia, Mekoni mit Polin, אז אין בעיות לנו, אני מבין שהכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. Sanyi Bá Simon Peres kapcsán nagyon kiverte a biztosítékot a szélső jobbnál. Történt, hogy az izraeli államfő Magyarországot is megjelölte, mint azt a területet, amelyet a zsidók felvásároltak. Ezt a kijelentést tagadta Csintalan, és megígérte, hogy megeszi cipőjét és kasztráltatja magát, ha ez igaz. Igaz volt. Tudom, miről beszél, a cipőevésről, a Perezről, meg a kasztrálásról, meg egyebekről. Ha Simon Perez megerősíti nekem ezt a hírt, akkor az említett akciókat végre fogom hajtani a Hősök terén. Én ismerem Perezt, találkoztam is vele, beszélgettem is vele. Nekem van róla egy eléggé határozott begyomásom. Ennek alapján azt is halálbiztosan merem állítani, hogy nem mondott ilyet, hanem nem is gondolt ilyet. Megnyilvánulásai miatt gyakran beleszállt a kurucinfó is, amiért Izraelben járatta iskolába a gyermekét. De ez csak olaj volt a tűzre, mert Csintalan a képernyőn keresztül többször beszólt a szélsőjobb ikonjának, Budaházinak és Torockainak is. Budaházi urat illetően nekem egészen más a véleményem. Nem véletlenül emlegetem, hogy milyen furcsa, hogy ő is és Torockai úr is egyébként szabadon grasszál föl alá ebben a városban. Én messze nem gondolom, hogy ő nemzeti hős lenne, sőt, mi több az a véleményem, hogy egy bűnöző provokátor. Szeretném leszögezni, hogy a radikalizmus számomra tényleg nem szitok szó, nem is nagyon szeretem egyébként, hogyha a radikalizmust, a radikálisokat összekeverik a provokátorokkal. Én voltam az első, maradjunk már ebben,
aki annak idején a TV Ostromnál a Reichstagot emlegettem, eközben azért azt, egy dolgot hagyd tegyek hozzá, én is láttam, hogy ott nagyon sok politikai turista vett részt, hát azért az a közeg politikailag meglehetősen eklektikus volt, ez így van, de úgy amúgy egyébként az sem mentség, hogy ott voltak provokátorok, mert provokátorból néhány és elég. De azon kívül ott azért voltak hasznos idióták, elmebetegek, kóros lelkű emberek, akik egyszerűen a saját maguk mutogatásán kívül képtelenek bármire gondolni, és semmiféle felelősséget nem viseltetnek ennek a, ez iránt a nemzet iránt. És nekem aztán ne kezdjenek magyarázni senki, hogy Tomcat Budaházi és Torocka itt a nemzet hősei, ezek megélhetési ellenzékiek, hogy ezek közül melyik provokátor és melyik hasznos idióta, ezt majd a történelem el fogja dönteni. Ez a mondat végképp kiverte a biztosítékot Budaházi Györgynél és Torockai Lászlónál. Fel is jelentették Csintalan. A bírósági döntés szerint Csinti nem volt hibás, mert Budaházi és Torockai közszereplők ezért tűrniük kell. Információink szerint Sándor még rúgott egyet a két férfi védőjébe is. Simán leparasztozta a 40 éve praktizáló ügyvédet, amiért szegedi tájszólásban beszélt. December 2007-ben eljött a bosszú. Símaszkosok egy csoportja a saját mélygarázsában vascsövekkel támadta műsorvezetőre, aki miután megverték, értesítette a Hír TV-t. A stáb még a mentők előtt ért oda, és talált rá a vérző fejű Csintalanra. Egy kulcstartót vittek el tőle, amelyen Trianonra és Jeruzsálemre utaló szimbólumok voltak. A műsorvezető később kórházi ágyán adott telefonos interjút. Elég éles konfliktusom van a nácikkal, a félnácikkal. Vannak emberek, erők, akik tényleg azt gondolják, hogy én egy fanatikus zsidóbérenc vagyok. Erre szoktak reagálni így az európai kultúrkörbe. Tehát ilyen értelemben el tudom képzelni, hogy a hatalmi oligarchiák meg a szélső jobb legszélen. Hát nem vagyok ott a top listán. A radikális szélső balon természetesen a posztkádári elit, hát hogy is mondjam, végóráit és vonablásait vélem felfedezni. Akik adják ehhez az egész dologhoz a szakmát, a logisztikát és a pénzt, azokra az oligarchákra gondolok, akik azért rendszeresen megpróbálják megjátszani az antiszemita kártyát is, és úgy egyébként persze ezek mind vér antiszemiták, rasszisták, kirekesztők és antidemokraták. Csintalan valamiért azt sugallta, hogy a támadás mögött a szocik állnak. Pedig nem. A támadást a Magyarok Nyilai Felszabadító Hadsereg vállalta, amelyet a későbbi nyomozás Budaházival azonosított. A szervezet még levelet is küldött szerkesztőségünknek erről, hogy ez csupán figyelmeztetés volt. Sándor felépült, és tolta tovább telefonos műsorát 2011-ig, amikor a műsor sok néző nagy örömére megszűnt, de Csintalan sajnos a Láncid Rádióban tovább folytatta időnként rendkívül sekélyes eszmefuttatásait. És egyszer még a Népszabadságért is bejelentkezett, de abból nem lett semmi. Erős meggyőződésem, hogy a demokráciának egyik fundamentuma a pluális sajtó, a sokszínű sajtó. Így aztán azt is gondolom, hogy mondjuk egy ilyen baloldali lapnak jövőben is lennie kell Magyarországon. Innen jött az ötlet, tipróttam rajta, és ennek az lett az eredménye, hogy minden esetre a vételi szándékot bejelentettem. Így a rádióban tovább harcolt a látens és manifesztálódott antiszemitizmus ellen. Amíg egyszer csak... Szponzora Simicska Lajos, milliárdos vállalkozó, médiatulajdonos és a Veszprémi Éjszakák hírhedt graffitise Hadati Zent Orbán Viktornak. 2015. február 6-án történt mindez, amikor a pöttyet kapatos pénzember G-nek nevezte a miniszterelnököt. Csintalan azonnal tudta, hol a helye, és egy pillanat alatt lerúgta lábáról a narancsszínű papucsot. Csintalan elévülhetetlen érdemeket szerzett a Hír TV-ben zajló agymosásban. Hazugságokkal savaszta volt kollégáit, mesebeli történeteket talált ki, hogyan akarták tönkretenni a hírcsatornát, sorra adta az interjúkat, amelyben főnökét fényezte, Orbánt leprázta, szóvivő lett. Érdekképviseleti vezető,
a nemzetét féltő oligarcha mítoszának ápolója. Közben még MSZP elnöknek is bejelentkezett, de kiröhögték. Újabb 180 fokos fordulatra készült, nem esett nehezére. A legfontosabb dolog az egyébként, mert van ez a népvándorlás probléma, de itt épelmű magyar politikus olyan nincs, aki azt gondolná, hogy itt ki kell nyitni a határokat, és nem kell mindent megtenni, de ettől függetlenül még nem kell egymást lemigránsodni, leügynöközni, lehazavárulás, és főleg nem lenne szabad ennyit lopni. Azon gondolkodom tényleg csak, hogy miért nem veszi észre az a 2 millió szektatag, hogy mi történik. Szektatag, érti, amelynek ő is tagja volt hosszú évekig. Meg van rontva, meg ez a 28 év, különösképpen az elmúlt 8 év megrontott sok-sok ember. Akkor sem lesz migráns veszély, hogyha nem lesz Orbán Viktor a miniszterelnök, ellenben számon kéne már kérni, hogy mit csinál ez az országgal. Minden tanul, magyar ember csak is akkor tud fölemelkedni, ha tanul. Így van. És ha olyan vezetői meg vannak. Most tényleg a Szijjártót, meg sajnos Orbán Viktort, aki az egyik legtöbb reményt fűztem, most kitehetjük az ablakba? Nem. De itt még nem volt vége az önbecsapásnak. Csintalan Sándor igazán akkor köpte arcul Csintalan Sándort, amikor 2018-ban bejelentette, hogy a Jobbikra szavaz. A bevándorlás és a migráció problémája ürügy, a civilizáció közötti konfliktus ürügy, kizárólag arra, hogy erőszaka továbbra is fenntartsa a hatalmát, és ez a szándéka. Ha még egyszer ezt beszopjuk, utána már a diktatúrával kell megküzdeni. Tehát, mit csináljunk? Mit csináljak én? Mit csináljanak önök? Én úgy döntöttem, hogy listán a Jobbikra fogok szavazni, és a 3. kerületben pedig, mert ott szavazok, a legesélyesebb ellenzéki jelöltre. Azt még nem tudom, hogy kit tartunk, vagy kit a lehetséges, legesélyesebb ellenzéki jelölt, mondjuk például az Ékárpát baromi okos ember. Közben egy erkölcsi dilemmát is igyekezett feloldani. Ha tudják követni, szóljanak. Nekem ez nem könnyű, ennyi szubjektív megjegyzést ezt még hagyd tegyek hozzá. Nehogy azt higgyék, hogy tök hülye vagyok. Nehogy azt higgyék, hogy nem emlékszem, és nem tudom, nem ismerem azt az árnyékot, amit a Jobbik vett. Én jobban, mint talán sokan. Ennek a pártnak a baráti köre verte nekem szét a fejemet, és megzárta a gyerekeimet annak idején. De azt gondolom, hogy ezt a fájdalmat és ezeket a sérelmeket félre kell tenni. Félre kell tennem mindenképpen, nem tudok mit csinálni, muszáj félre tennem. Mert azt meg, ami következik, ha én ebben sunyogok, és nem teszek meg mindent, amit tehetek, megtehetek annak érdekében, hogy Orbán rendszerre bukjon, akkor sújtson engem a dolgozó nép megvetése. Bárki bármit mond, nem tudnék a gyerekeim szemébe nézni. Aki egy másodpercig is kételkedett abban, hogy Csintalan egy nemzeti hős, az most már beláthatja. De mi indíthatta arra, hogy felülemelkedjen önnön sérelmein és feláldozza magát az eszme oltárán? Lehet, hogy az van, hogy ő 10 évvel ezelőtt egy másik Sándor volt, akik megverték őt, azok meg másik megverők voltak, és ezeket a régi személyiségeket dobozba zárták, eltették, nem tudom, ugyanabban a páncélszekrényben, hogy Heller Ágnes lelkiismerete van, és most élik az életüket boldogan és vidáman. Az minden esetre komikus jelenség a magyar közéletben, hogy egy ilyen figura, mint Csintalan Sándor mindig azt mondja, hogy ő mindig azt gondolta, ugyanazt gondolta, tehát MSZMP-sként, aztán MSZP-sként, aztán Fideszesként, aztán Simicskistaként, csak a világ változott körülötte. Én nem tudom, hogy ebben mennyi, azt nem tudom megmondani, hogy ebben milyen motivációt jelent a pénz. Hát ne legyünk álszentek, mindenkinek az életében egy fontos motiváció a pénz, az, hogy neki ez hova súlyozódik, azt ő tudná megmondani. Kevés árulóval találkoztunk szerintem az elmúlt 30 évben, mert pedig ez árulás. Tehát aki oldalt vált, az árul. Az elárult a korábbi pénzelőit, a korábbi jóltartóit, a korábbi családját, hogyha úgy tetszik politikai értelemben. Az, aki előbb elárulta a kommunista rendszert, amiben ő végül is megcsinálta maga karrierjét. Majd, ha jól néztem, a Szocdem pártba lépett be, de amikor rájött, hogy ott nincsen keresni való, akkor az MSZP-be kereste a boldogulását. Majd, amikor az MSZP megbukott, akkor átugrott a másik oldalra, az már a második árulása volt.
És én azt gondolom, hogy az árulók innentől kezdve legyenek azok bárhol a politikai színtéren. A végeredmény egy újabb árulás már sokkal könnyebb lélekkel tudnak meghúzni. Mint tudjuk, maga az árulás sem volt elég. Bukott a Jobbik, Vona és Vere Simicska is. Az oligarcha kukába dobta a médiáját, Csintalannal együtt. Az áprilisi választás után alig telt el néhány nap, a Simicska birodalom összeomlása már látszott. Előbb a Magyar Nemzetet záratta be Lajos, Csinti az őrület határára került, de még mindig mentegette Simicskát. Mérhetetlen fájdalom van a szívemben. A barátaim és a kollégáim elvesztették az állásukat. Mi most, én személy szerint, az ő vérükön fogok élősködni és dolgozni. Isten látja lelkem, mi akik maradtunk, azért fogunk dolgozni ennek a maradék, ezen a maradék szigeten, hogy ne hozzunk szégyent a fejetekre, és hogy ti még dolgozzatok, és fogunk is. Meg lehetne érteni a sajtóegyenlőségnek a illojalitásáról csak egy mondatot, hogyha egyszer elfogy a pénz, akkor otthon is elfogy a pénz. Két dolgot lehet tenni. Az egyik dolog az az, hogy szépen lassan éhen halunk mindannyian, vagy valahogy átcsoportosítjuk az erőforrásokat, esélyt adunk magunknak, és megpróbáljuk megteremteni annak a feltételeit, hogy ti újra dolgozhassatok akárhol is. Nem hagyjuk abba, megcsináljuk. És köszönöm mindenkinek a barátságát. Egyik traumát követte a másik. Simicska a heti választ is bezáratta, eladta média érdekeltségeit. Sándor erre egy videóval reagált. Zsepiket előkészíteni, öveket becsatolni, mert most egy nagyon megtört Csintalan Sándor fognak látni. Nem tudok én aludni most. Őszinte szóval. Na figyeljetek, magyarok. Az úgy van, hogy ha jól gondolom, akkor az embernek van személyes döntése. És ezek fontos dolgok. Persze fontos minden, fontos a Biblia, fontos a spirituális élmény, mostanában ez nagy divat, de a végén mi vagyunk. Önök meg én, te meg én, ezek mind-mind személyes döntések. Ha nem veszük észre, hogy mi történik itt mostanság, akkor ezzel baj van. Mi, a barátaimmal, a kollégáimmal, a hírtévében, hát most beleestünk. De szeretném elmondani, hogy ez nem azt jelenti, nem mondjuk el azt, amit gondolunk. És eljött a várva várt nap, az elégtétel napja. Augusztus 1-én új tulajdonosa és vezetősége lett a Hír TV-nek. Elsőként természetesen Csintalan műsora szűnt meg. Sándorunk először kiguglizta, mi az az influencer, majd csapunk örömére az internetre költözött. Az én emberi minőségemet meg lehet kérdőjelezni, átadom magam a közmegvetésnek, de azoknak az embereknek az emberi minőségét, akik az önök érdekében kérdeztek, vagy szerettek volna kérdezni, és keresték a válaszokat, azoknak az emberi és erkölcsi minőségét senkinek nincs joga megkérdőjelezni, különösképpen nem magukat állítólag újságírónak gondoló személyek. A Facebookon tolja tovább a kötött fogásra keresztelt műsorát régi spanjaival, mintha illegalitásban lenne. Az azóta Jobbik szimpatizánssal lett Heller Ágnes filozófussal pedig azon keseregnek, hogy jövőre lesz két választás, és nem tudják, kire szavazzanak. Állati gáz van. Hát itt most két baromi nagy szavazás lesz. Ugye az önkormányzati választás, meg lesz az uniós parlamenti választás. Ezek fontos választások. Itt vagyok, őrült fontos, itt vagyok megfülelve. De itt kellene, hogy olyanok legyenek, akire érdemes szavazni.
Na de nincs, hát én legalábbis úgy gondolom, ki a francra? Ebben a pillanatban nem látom, hogy ki lenne az, de lehet, hogy két hónapra fogjuk már látni. Azt tetszik mondani. Hát ha nem fogjuk látni, az nagyon nagy baj lesz. A Heller Ágnes meg a Csintalan Sándor, tehát nekik mindig megvan ez a problémájuk, hogy nem tudnak kire szavazni, mert hozzájuk mérten senki nem elég jó, de ez legyen az ő privát problémájuk. Szerintem náluk ez már rutin, hogy az életművüket időnként ki kell dobni a kukába, mert hogy azt mondhatja, hogy az életük jelentős részét a szélsőjobb elleni küzdelemmel töltötték, ez nem így van, életük legjelentősebb szakaszát a kommunizmus építésével töltötték. Én azt hiszem, hogy tehát mégiscsak volt itt egy projekt, ennek a projektnek volt az egyik képviselője, Csintalan Sándor, a Lajos megbízásából ugye ez a projekt volt a Jobbik projekt, hogy ők úgy gondolták, hogy ez a gőzhenger ez át fog menni az Orbánon és megbuktatja 2018-ba. Ez nem sikerült, ez a projekt összeomlott, és most gazda nélkül maradt a nyáj, és most a nyáj az próbálgatja a saját hangját, hogy lehet, hogy eddig nem volt neki, és most próbálnak úgy végetni, ahogy ők szeretnének, úgyhogy szerintem ez még idő kell, hogy ez kiforjon, hogy ebből végül is milyen hang lesz. Nézzük meg a csintalani reakciókat minden változásra, ami itt a április után, tehát a választások után történt. Valaha is föltette azt a kérdést, hogy a Simicska média tulajdonosa vajon felelőse bármilyen tekintetben a kialakult helyzetért? Vagy föltette azt a kérdést, hogy vajon mit kellett volna máshogyan csinálni, vagy adott esetben miután elbukták kollektív módon az április választást, hogy milyen logikus lépéseket kellett volna tenni, akár a saját társadalmi támogatók és egyébként a rendszer, az ő rendszerük kiszolgálnak a túlélését biztosítva, lásd magyar nemzet, lásd itt ebben a stúdióban a Hír TV. Mert ez egy teljesen jogos feltés, és még egy pillanatig sem tette fel azt a kérdést, hogy hölgyeim és uraim, politikai megrendelésre dolgozott mindenki. És azt mondták, hogy azt a pártot kell támogatni. Nyíltan vagy pedig burkoltan, vélemény szempontjából teljesen mindegy, akkor ki terhel a felelősség? Az, aki ezt a szekeret tolta, akár pénzért, akár meggyőződésből, vagy aki megrendelte, hogy a Jobbikot kell reklámozni minden létező felületen, amihez a cégcsoporthoz tartozik. És én itt látom egyébként a felelősséget a Sándornak. Árulás, rombolás, csalás, átverés. Kollégáinkkal végül arra jutottunk, mindannyian várjuk Csintalan éjszakai élőzéseit, videóit, mert bár nehezen értjük az összeakadó nyelvet, kásás hangon előadott performanszokat, de ha pár nap elteltével egy jó szándékú internetező feliratot varázsol Sándor összeomlásaira, akkor egész jókat szoktunk szórakozni a videókon, és végeredményben remek publicisztikákat is írhatunk belőle. És csak üzenjük, a kétharmad több, mint az egyharmad. Bár Sándorunk és barátai hangosan ordítva még ezt is tagadják. Forog a köpönyeg, de a mantra marad. Ezzel az ellenzékkel nemhogy kormányt, de még egy kocsmát se lehetne elvezetni, mert a beárazással is problémáznának, no és persze a haszonnal, már ha lenne. Köszönjük figyelmüket! Várjuk Önöket legközelebb is egy újabb főhőssel. Viszlát!